Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Világóra, a Hitrádió délelőtti műsora, a mikrofonnál van Natália. Mielőtt belekezdenénk a mai témákba, arra kérném önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, ha még nem tették meg, illetve hálásan fogadjuk a támogatásaikat, amelyekről tájékoztatást a www.hitradio.hu/támogatás oldalon találhatnak. És akkor lássuk a mai témákat. Elsőként azzal a hírrel foglalkozunk, hogy az Európai Parlament felülvizsgálná az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy leírhatóvá tették a Magyarországnak járó, visszatartott forrásoknak egy részét még decemberben. Erről, illetve a szerdán az Európai Parlamentben a Magyarországnak járó pénzekről szóló vitáról kérdezem Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, nemzetközi kapcsolatok szakértőt. Majd az olajár növekedés témájával folytatjuk, hiszen elemzők szerint a közel-keleti válság kiújulása nagymértékben növelheti majd 2024-ben az olaj világpiaci árát. Hogy milyen tényezők hatnak egyáltalán az olajára, ebben Erbst Adrián geopolitikai elemző lesz a segítségünkre. Végül pedig Rabirén publicistával, az Ungarn Reál főszerkesztőjével beszélgetünk a német AfD betiltása mögött álló motivációkról, illetve arról, hogy mennyire szélsőséges párt egyáltalán az alternatíva Németországért. Azonnal kezdünk! Az Európai Parlament eljárást indítana az Európai Bizottság ellen, annak a döntésnek a felülvizsgálására, amely alapján decemberben lehívhatóvá vált Magyarország számára a visszatartott pénzek, konkrétan a 7 éves költségvetés egy része. Vendégem a témában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, nemzetközi kapcsolatok szakértő. Üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! Miért tartja problematikusnak az Európai Parlament, hogy Magyarország hozzájuthatott a források egy részéhez? Az Európai Parlament abban a határozatban, amit a napokban előkészített, egészen pontosan a bizottságnak a szemére hányja azt, hogy annak ellenére, hogy 2018 óta egy jogalamisági eljárás indult Magyarország ellen, illetve hogy ezt később kiegészítette az Európai Unió egy úgynevezett feltételességi eljárással, ami egyéb költségvetési pénzeknek a lehívását függesztette föl. Ennek ellenére decemberben mégis zöld utat adott annak a közel 10,4 milliárdos illetve egy kicsit kevesebb 10,2 milliárdos alap hozzáférésnek, amit Magyarország a költségvetésből volt hivatva megkapni, abban az esetben, hogyha bizonyos feltételeket teljesít azokból, amelyek a bizottság és a köztelévő párbeszéd során megfogalmazásra kerültek. A parlamentnek ugye ezzel az a célja, hogy ezt az eljárást ezt vizsgálja felül a bizottság, és a jövőbeli kifizetéseknél mindenképpen alkalmazza az Európai Parlament által, illetve az Európai Tanács által korábban már megfogalmazott kritériumokat. Amennyiben a parlament ténylegesen eljárást indít a bizottság ellen, milyen kifutása lehet egy ilyen pernek? Az Unióbírósága kötelezheti mondjuk a bizottságot arra, hogy megváltoztassa az álláspontját? Hát egyelőre ugye ettől nagyon messze vagyunk, hiszen egyelőre csak egy állásfoglalást láthatunk, és mondjuk azt, hogy itt egy nagyon hosszú vitára lesz majd rálátásunk az elkövetkezendő időszakban, hiszen a parlament abban az esetben, ha ezt a határozatot elfogadja, ez még nem jelenti azt, hogy bíróság elé vinné az ügyet, még ezt meg kellene indítani, egy bírósági, konkrét bírósági eljárást, tehát látni kellene azt a keresetet, amit bead a bizottság ellen, illetve hogyha mégiscsak egy ilyen határozat születik, akkor ennek egyrészt a jövőbeli kifizetésekre lenne hatása, hiszen a bizottság a fennmaradó még közel 20 milliárd eurós kifizetéseket egészen biztosan jóval óvatosabban kezelni, és ugye másrészt pedig nagyon konkrét következményei lehetnek, személyes következményei is ennek, hiszen Ursula von der Leyen a bizottság elnöke ellen akár bizalmatlansági indítványt is előzetesen kilátásba helyezhet a parlament, illetve ne felejtsük el, hogy most lesznek a választások majd 2024 júniusában Európában, aminek a végén jelenállás szerint legalábbis a bizottság elnöke
újraindulna, és egy új parlamentben megint csak meg kellene, hogy szavazza a parlament az ő további ténykedését. Úgyhogy ha itt elmérgesülne a helyzet, és semmiképpen nem akarna a parlament felé nyitni a bizottság valamilyen formában, akkor komoly hatalmi harcokra lehetne itt is számítani. Egy ilyen bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen személye ellen értelmezhető lenne egyfajta jelzésként, amellyel az Európai Parlament azt üzeni a bizottságnak, hogy túlságosan dominánssá vált az európai intézmények között? Hát magának az európai intézményeknek a rendszere az ugye a szerződések által van szabályozva. Ugye ebben a klasszikus felosztásban három hatalmi központ van, az egyik a bizottság, aki kezdeményez az európai integrációban, ő képviseli az európai érdekeket, illetve ő az, aki a szerződések őreként működik, valamint végrehajtja a tanács által hozott döntéseket. A tanács, aki dönt minden kérdésben, ugye ő fölöttük áll az európai tanács, aki a hosszú távú perspektívákat szokta meghatározni, vagy éppen az adott kérdésben, mint például most gondoljunk, hogy a Ukrajnának a kérdésében csatlakozási tárgyalások megindítása, vagy éppen a forrásoknak a megnyitása arra fele szokott dönteni, és a parlament, aki pedig a politikai vitákat klasszikusan lefolytatta, és hát a 80-as évektől kezdve valóban egyre nagyobb politikai szerepet, és jogi szerepet is kapott az európai döntéshozatalban. És ebben a formátumban én inkább a parlamentnek a szerepét emelném ki, hiszen a parlament akar mindig láthatóbb lenni, szeretne mindig nagyobb politikai tőkét kovácsolni a különböző döntéseiből. Tehát magában a bizottságnak itt a szerepe az annyiban emelendő ki, hogy ebben a hármas intézményi felállásban tanács, parlament és bizottság figyelnie kell egyre jobban a parlamentnek a politikai akaratára. Az Európai Parlamentben a tegnapi nap során a plenáris ülésen külön napi rendi pontként vitatták meg a Magyarországnak járó források ügyét. Milyen álláspontok jelentek meg a vita során? A legdominánsabb álláspont, ami egyébként a liberális frakció, a szocialisták, illetve a néppártnak a képviselőinek a felszólalásában is látszott, az volt, hogy mindenképpen a bizottságnak a figyelmét fel kell hívni arra, hogy azokat az elveket, amelyeket lefektettek a korábbi határozatokban, és ugye nem csak a parlamentről van szó, hanem a tanácsi állásfoglalásokról is, illetve azokról, amelyekről a bizottság aztán döntött és értelmezte, valamint annak a politikai párbeszédnek is természetesen a következményeiről, amit Magyarország és a bizottság közötti vitában értelmezés szintjén a bizottságnak kellett elvégeznie. Ebben mindenképpen felhívja a figyelmét arra, hogy a bizottságnak, hogy tartania kell magát ezekhez az alapértékekhez, alapelvekhez, illetve ők úgy látják, hogy Magyarország továbbra sem tartott be bizonyos mérföldköveket. Itt hozzátenném ugye, hogy ebben a feltételességi eljárásban a 10,2 milliárd euróhoz való hozzáférésnek a mérföldköveit a bizottság úgy értelmezte, hogy Magyarország teljesítette, hát a parlament ezzel úgy látszik ellentétes állásponton van, illetve a jövőbeli kifizetésekkel kapcsolatban pedig megfogalmaztak olyan területeket, ugye itt menedékjoggal kapcsolatos kérdések voltak, akadémiai szabadsággal, szexuális kisebbségeket érintő különböző kérdések, amelyekben felhívta a figyelmét a bizottságnak, hogy ezeket a szempontokat továbbra is érvényesítenie kell majd. Több parlamenti képviselő nehezményezte azt, hogy ahogy ők fogalmaztak, a bizottság az uniós források egy részének lehívhatóvá tételével megvásárolta Magyarországnak az álláspontját az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, és ez jogállamisági problémákhoz vezet szerintük, ahogy ön is utalt rá. Ön hogyan értékeli a történteket? Hát itt ugye a bizottságot okolni ilyen döntésért elég furcsa, hiszen ezekben a kérdésekben nem a bizottság, aki kompetens, bár előkészítő szerepe van, hanem a tanács, ahol eldőlnek mindezek a kérdések. Tehát ha politikai kompromisszum születik, akkor azt a tanácsban kell megtenni. A bizottságnak, ahogy mondtam, itt az Európai Unióban minden összefüggés, az intézményi kompromisszum egy nagyon fontos dolog, van egy előkészítő szerepe, de elsősorban azt kellene megnézni, hogy az állam és kormányfők, illetve
aztán majd tanácsi szinten, természetesen más szavazási rendszerben esetleg a többiek milyen hozzáállással fogják majd a magyar reformokat fogadni, és hát jelenleg ugye megkapták a felhatalmazást arra, hogy tovább menjen ez a folyamat, úgyhogy ott a politikai alkú, az úgy látszik, ha meg is született, vagy politikai alkú következtében született meg, akkor így történt, de hát a bizottság állásfoglalása az egyértelmű volt decemberben. Több képviselő azt is sürgette, hogy vonják meg Magyarország szavazati jogát a tanácsban. Mennyire reális eshetőség ez, és milyen hatással lenne Magyarország érdekérvényesítő képességére az unión belül? Hát az utóbbi kérdésre a válasz az ugye elég súlyos következményekkel, hiszen felfüggesztenék a szavazatot. Ugye ez a 2018 óta folyó úgynevezett hetedik cikk alatti eljárásnak egy lehetséges kimenete. Tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon lassan megy előre ez az eljárás, illetve a tanácsnál pattogna a labda, hiszen ott kellene napirendre tűzni, és ott kellene döntésre jutni. Egyhangúság szükséges ehhez, ugye eddig Lengyelország jelezte, hogy nem kíván semmiképpen részt venni egy ilyen döntéshozatalban, és nem szavazná meg ezt. Most ugye Lengyelországban politikai változások voltak, de a szlovák miniszterelnök is kifejtette, hogy hasonló álláspontra jutna, de minden esetre ez az eljárás, ez egy nagyon hosszadalmas eljárás, és ugye amellett, hogy van egy kialakulóban lévő eljárási jog, ami részben kodifikált, részben pedig Lisszaboni szerződés óta az Európai Unió újabb részeket adott hozzá, azért ez ennek a vége legalábbis jelenleg még mindig nem látszik, és jelenleg ugye az az eljárás, az mondjuk azt, hogy megbefagyasztott állapotban van, ezt próbálja az Európai Parlament egy kicsit melegíteni és elindítani, illetve egy második része alapján, a hetedik cikk második része alapján egy új eljárást indítani. Hát ezek még egyelőre mind nyitott kérdések, de az alapeljárásnak a vége az egyelőre továbbra sem látszik, hogy milyen irányban tart. A héten volt Robert Fico szlovák miniszterelnök, illetve Orbán Viktor találkozója Budapesten. Robert Fico, ugye, ahogy ön is említette, a támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Lehetséges, hogy a szlovák miniszterelnökre innentől tekinthetünk Orbán Viktor szövetségeseként az Európai Tanácsban, akivel a szavazások során majd kölcsönösen védik egymást? Igen, egyrészt a válasz igen, úgy látszik, hogy itt egy új politikai alkú az kialakulhat. Másrészt ugye arra kell itt az egész történetben nagyon figyelni, hogy az Európai Tanács bizonyos kérdésekben, és pont a hetes cikkes eljárás kérdésben, ugye ha végigvinnék, akkor ott valóban lenne egy döntési pozíció, de az Európai Tanácsnak a döntései tekintetében az egyhangúságnak, mint perspektívának meg kell mindig lennie, viszont a tanácsi szinten nagyon sok helyen már minősített többséggel dönt az Európai Uniónak a tanácsa konkrét kérdésekről. És ugye, amivel Fico is tisztában van azzal, hogy ezek a kérdések, amelyek hát egészen más kontextusban jelentkeznek Szlovákiában, mint Magyarországon, néha másfajta politikai alkut kívánnak meg az Európai Tanácsnak a szintjén, ezért bizonyos kérdésekben Magyarország itt magára maradhat, míg más kérdésekben pedig számíthat Szlovákiának a támogatására. Meg térjünk ki egy kicsit arra, hogy Fico nonsensnek nevezte azt, hogy a magyaroktól bárki elvegye a Soros elnökséget. Milyen módon lehetne megakadályozni, hogy Magyarország vegye át a Soros elnökséget júniustól, ha jól tudom, és ön mekkora esélyt lát erre? Hát erre ugye ez, emlékszem, itt két kérdés is van. Egyrészt az, hogy Magyarország a második fél évben az Európai Uniónak a Soros elnökségi pozícióját tölti be, illetve Charles Michelnek a távozásával, akár Orbán Viktor is lehet rövid ideig az Európai Tanácsnak az elnöke. Ugye az a pozíció, az egy állandó elnöki pozíció. Az első kérdésre a válasz, hogy az uniós elnökséget elvetik-e Magyarországtól, hát nagyon extrém körülmények között lehetne csak ilyet csinálni. Természetesen az Európai Tanács dönthetne arról, hogy valamilyen más formában kívánja ezt megszervezni.
Volt már rá példa, hogy egy ország, aki soros elnök lett volna, mégsem lett soros elnök választások miatt, vagy pedig ugye Brexit idején is volt egy ilyen, hogy akkor a britek már ne legyenek, de ehhez mindenképpen egy politikai alku kellene megint, és azért nagyon sok államnak a politikusa, illetve hát a mögötte álló politikai erők azt mondják, hogy egy ilyen típusú változás azért nem lenne jó üzenet az Európai Uniónak, főleg azután, hogy választások lesznek, és meg kell találni a politikai konszenzus több kérdésben, nagyon fontos kérdésben is. Azt, hogy Orbán Viktor lesz-e az Európai Tanácsnak az elnöke, pedig attól függ, hogy megtalálják-e addig Charles Michelnek az utódját. Ugye itt is egy előrehozott politikai alkú folyamatra van szükség, hiszen elvileg novemberig futna Charles Michelnek a parlament, nem is a parlament ugye oda készül, csak hanem az elnöki mandátuma, mivel hamarabb befejezi ezt a dolgot, ezért ezt hamarabb kell eldönteni, 20 hónapokkal előtte. Ez pedig az európai parlamenti választások utáni politikai alkú folyamatoknak az előrehozását hozza, hiszen ne felejtsük el, hogy itt nem csak a tanácselnöki pozícióról van szó, hanem bizony a bizottsági elnököt is, a parlament elnökét is majd meg kell választani. Tehát ez az egész bonyolult folyamat így egy kicsit gellert kapott, és hamarabbra kell majd vinni az Európai Uniónak. Gálik Zoltánnal beszélgettünk, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Folytatjuk adásunkat. Az előrejelzések szerint az egyre inkább kibontakozó közel-keleti konfliktusok komoly árnövekedést okozhatnak a kőolajpiacon. Erről fogunk beszélgetni Erbst Adrián geopolitikai elemzővel, akit üdvözlök a műsorban. Üdvözlöm én is, és a kedves hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Az előrejelzések alapján hogyan látszik, milyen országok és milyen tényezők fogják leginkább befolyásolni az olajárat 2024-ben? Az olajárakra két markáns tényező fog 2024-ben is hatni. Nagyjából ugyanazok a tényezők, amik 2023-ra is jellemzőek voltak. Az egyik az egy gazdasági természetű, a másik pedig egy ön által is említett geopolitikai természetű hatás lesz. A gazdasági természetű esetében valószínűsíthetően az olajárak csökkenése lesz az eredmény, hiszen egy világszintű gazdasági zuhanást láthatunk kisebb-nagyobb mértékkel, tehát ezeket a gazdasági nehézségeket tudomásul véve alapvetően arra számíthatunk, hogy a globális kőolajpiacon csökkenni fog a kereslet, és ezáltal az árak is csökkenni fognak. Viszont ezzel párhuzamosan az olajárak fokozását fogja eredményezni valószínűsíthetően egy olyan geopolitikai konfliktus, vagy több olyan geopolitikai konfliktus, amiket például a Közel-Keleten is most tapasztalhatunk. Ugye azt láthatjuk, hogy a tavaly októberben kitört izraeli-palesztin háborúnak volt hatása már a kőolajpiacra, viszont azt is láttuk, hogy nagyon rövid időre és nem olyan markánsan emelte meg az árakat. Ennek ellenére, ennek a háborúnak, ami most zajlik Izraelben, ennek a háborúnak az esetleges továbbterjedése, elmélyülése az árak növekedésével járhat. Tudniillik, ugye a közel-keleti térség az kőolaj szempontjából az egyik legjelentősebb terület, tehát itt vannak itt hatalmas tartalékokkal rendelkező országokat találhatunk, és ugye már most láthatunk olyan aggasztó jeleket, mint például, vagy aggasztó eseményeket, mint amit például a Vörös-tenger partszakaszainál tapasztalhatunk, ugye Jemen felől több szállítóhajót ért az elmúlt hetekben támadás, aminek következtében ugye az Egyesült Államok szövetségeseivel választámadásokat indított a jemeni erők ellen, és ugye emiatt sok nagy vállalat, akár energiahordozókat szállító nagyvállalat, akár más konténerhajókkal foglalkozó cégek leállították a Vörös-tengeren keresztül a szuezi csatornába futó útvonalukat, és hát vagy teljesen felfüggesztették, vagy más útvonalakra terelik most ezeket a hajókat, és
Ugye ez már egy komoly hatást fog gyakorolni, már érezhető is némileg, elsősorban például Európára, hiszen ezek a hajók többnyire Ázsiából Európába hordják az árut, benne kőolajat, kőolajtermékeket, de cseppfolyósított földgázt, illetve ruhaneműktől kezdve tényleg mindent, amit el tudunk képzelni, hogy Ázsiából Európába tudnának szállítani. Kicsit még a közel-keleti gócpontoknál maradva, ugye gyakran szokták a Vörös-tenger mellett az Irán által kontrollált hormuzi szorost említeni, ami szintén egy nagyon fontos olajszállítási csomópont, és Irán korábban többször fenyegetőzött ennek a lezárásával. Ön szerint van erre esély, hogy ezt ténylegesen meglépik, és milyen következményei lennének annak, ha ez bekövetkezne? Hát ugye azt látjuk, hogy Irán azért kifejezte a véleményét ezzel a háborúval kapcsolatban, most finoman kifejezve magamat, de azért még messze nem ment el a határaiig, tehát egyenlőre még némileg konszolidált helyzetben vagyunk. Ez alatt azt értem, hogy például az ön által említett hormuzi szoroson zajló kereskedés még nincsen veszélyben, tehát Irán még nem tett a blokkolására kísérletet. Viszont valóban, hogyha ha ez a lehetőség majd fönnáll, az még súlyosabb hatású lesz, mint a jelenlegi Vörös-tengeri, illetve a Szuezi csatornát érintő blokkolási kísérletek, hiszen a Hormuzi szoroson keresztül nagyjából a világolajkereskedelmének a 20%-a megy át, ami napi szinten 18 millió hordó olajat jelent, hát csak ez közel annyi, amennyit az USA termel egy nap, kicsit kevesebb, tehát így érezhető, hogy milyen mértékű hatással járna ez a világ olajkereskedelmére. Ebben az esetben egyébként akár arra is lehet számítani, hogy az olajárak kétszeresére emelkednének, hogyha ha ez a terület blokkolódna. De hát itt azért ugye nyilván nem csak Iránnak van beleszólása, hanem a öbölmenti országoknak is, akik most ugye nagyjából egy platformra terelődtek a kőolajárak tekintetében, ugye ezt láttuk 2023-ban is, illetve most 24-re is az OPEC plusz keretein belül nagyjából egy egységet láthatunk a kitermelési számokat tekintve. De valóban, hogyha ez megvalósulna, hogy a hormuzi szoros lezáródna, akkor az súlyos globális válságba torkollana. Kicsit visszatérve a tavalyi trendekre, mi az oka annak, hogy az elmúlt évben az OPEC plusz országok, köztük ugye Szaúd-Arábia, illetve Oroszország is csökkentette az olajkitermelés mennyiségét, míg az Egyesült Államok pont hogy fokozta? Mire lehet számítani 2024-ben ennek a két félnek a versengését illetően? Ugye alapvetően azt kell látni, hogy az OPEC plusz két számottevő országa, ugye a világ második legnagyobb olajkitermelője, Szaúd-Arábia, illetve a harmadik legnagyobb olajkitermelője, Oroszország, mind a kettő két olyan ország, akiknek a költségvetése az energiahordozókra, a fosszilis energiahordozókra épül. Tehát őnekik létfontosságú, hogy legyen kereslet a kőolajra, illetve ha most ugye kőolajról beszélünk, de lehetne ez természetesen földgáz is, tehát létfontosságú, hogy legyen kereslet rá, és azon felül nem csak, hogy kereslet, hanem azt jó áron tudják eladni, tehát egy olyan áron, amiből igazából költségvetési pluszuk is lehet ezeknek az országoknak. Az Egyesült Államok költségvetése kevésbé ilyen alapokon működik. Ráadásul az USA-nak jelen pillanatban az árak visszaszorítása az elsődleges érdeke, hiszen a közelgő választások miatt nagyon fontos, hogy a választóinak olcsó benzint, üzemanyagot tudjon biztosítani, ez egy nagyon fontos tényező az amerikai választásokban, tehát ezért láthattuk igazából 2023-ban,
is, hogy az USA rekord mértékű kitermelést bonyolított le, továbbá ugye a saját olajkészleteit, stratégiai olajkészleteit is némileg a piacra engedte, ezt most már sikeresen szinte teljesen visszatöltötte, és hát emiatt zajlik közöttük igazából egy ilyen kutyamacska harc, mert ugye az OPEC plusz arra törekszik, hogy növekedett olajárak legyenek, míg az Egyesült Államoknak meg most ugye az lenne a legjobb, hogyha ha picit alacsonyabbak lennének az árak. Egyébként az Egyesült Államoknak nem érdeke az sem, hogy emiatt éppen nem érdeke az sem, hogy az orosz olajat kiszorítsa a piacról. Nem is tesz olyan lépéseket egyébként, olyan számottevő lépéseket, ami jelentősen korlátozná az orosz olajnak a nemzetközi áramlását. Pont azért, mert hiszen, hogyha kiszorítja ezt a hatalmas mennyiséget, akkor még jobban növekednek az árak. Úgyhogy itt ilyen érdekes érdekellentétek, illetve egyezések tapasztalhatóak. Az előrejelzések arról írnak, hogy a globális kőolajkereslet növekedése idén nagy mértékben elmaradhat a tavalyi eredményektől, ami már alapból is egy csökkenő tendenciát mutatott. Mi lehet ennek az oka, és az árak növekedését ezt valamennyire le tudja nyomni? Hát a globális kőolaj kereskedelemben valóban van egy tendencia, és ugye ez nyilvánvalóan összefügg a zöld átmenettel, elsősorban a nyugati országokban tapasztalható zöld energia, illetve közlekedésre való átállás miatt. Viszont ennek ellenére még mindig azért azt lehet látni, hogy a kőolaj az a termék, ami talán a legmeghatározóbb és legfontosabb termék stratégiailag még mindig világszinten. Ugye nem csak önmagában nyersanyagként, hanem ugye a belőle készülő több ezer kőolajtermék is a hétköznapi életnek a minden területére kihat tulajdonképpen, azért is tapasztalhatjuk a kőolaj esetében, hogyha ugye a nyersanyag ára emelkedik, akkor az pici csúsztatással, de előbb-utóbb a gazdaság, illetve a hétköznapi élet minden területén meg fog jelenni, hiszen csak a legegyszerűbb példa, hogy ugye mondjuk egy élelmiszer emelkedésben azért következik be, mert ugye ezt az élelmiszert el kell szállítani A-ból B-be, vagy éppen elő kell állítani, és ezt ugye gyakran kőolaj segítségével, kőolajtermékek segítségével végzik el. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy a fosszilis energiahordozóknak egy picit elindult már lefele a népszerűsége, de azért még hosszú évekig jelen lesznek a piacon, és intenzíven fogják befolyásolni a geopolitikai folyamatokat, illetve az kormányoknak a politikai döntéseit. Hogyan hathat a magyar gazdaságra az olajár növekedés? Ugye elemzők szerint akár a gazdasági növekedés pályájának is véget vethetne. Hát igen, mint ahogy minden nyersanyag vagy alapanyagnak, hogy az ára, hogyha emelkedik a beszerzési ára, akkor onnantól kezdve a teljes gyártási folyamatra ez ki fog hatni, illetve a teljes piaci folyamatra. Tehát ahogy Magyarországnak is, úgy bármelyik országnak a világban ez nem jó. Tehát minden állam alapvetően arra törekszik, hogy a lehető jobb, legversenyképesebb szerződéseket kösse meg az energiahordozók tekintetében. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy főleg egy olyan országnak, akinek saját energiahordozói, saját fosszilis energiaforrásai nagyon-nagyon kis mértékben vannak, tehát a saját önellátására nem elegendő mértékben. Egy ilyen országnak ez nyilvánvaló, hogy egy negatív hatást jelentene gazdasági szinten. Tehát biztos, hogy infláció növekedésre lehet számítani ilyen esetben, tehát az energiaárak növekedésére, illetve ahogy említettem, igazából a gazdaság minden területén, minden termékre kiható áremelkedést lehetne tapasztalni. Ernst Adriennel beszélgettünk, köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is a meghívást. Németországban felerősödtek az AfD, vagyis a szélső jobboldali Alternatíva Németországért elnevezésű párt betiltására irányuló felhívások, miután kiderült, hogy novemberben a párt több tagja részt vett egy szélső jobboldali titkos találkozón, amelyen többek között egy olyan tervet is megvitattak, ami több millió embernek, köztük migránsoknak a deportálását tartalmazta. A témában Rab Irént, publicistát, az Ungarn Reál főszerkesztőjét kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát engedje meg, hogy két dolgot itt javítsak is a fölvezetőből. Azt mondta, hogy szélső jobboldali párt, és azt úgy vezette be, hogy miről tárgyaltak ezen a titkos megbeszélésen, hogy a migránsok deportálásáról. Ez két olyan kifejezés, amit az AfD-t ellenzők, tehát a német hivatalos média használ az AfD-vel szemben. A deportálás szó a németek számára olyan negatív tartalommal töltődik, hogy rögtön elutasítottságot talál minden hallgatóban vagy olvasóban. A szélső jobb az ugyanilyen náci veszélynek a fenyegetettségét jelenti, és én nem használnám ezt a két kifejezést, mert ezek ilyen bőlegek, amiket a politika vagy a politikai ellenfelek ragasztanak erre a pártra. Az AfD Alternatíva Németországért 10 évvel ezelőtt, 2013-ban, pontosan 2013-ban alakult, és ez nem szélső jobboldali pártként alakult, és véleményem szerint a mai napig nem az. Ez a politikai palettán a centrumtól jobbra álló párt. Az alapítói kereszténydemokrata politikusok voltak, akik nem értettek egyet azzal, hogy a kereszténydemokrácia, a CDU a politikájában eltávolodott a jobb-közép irányvonaltól. Először a centrum, mégis most már vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a CDU legalábbis a CDU-nak egy jelentős része, az baloldali pártá vált, úgy baloldali, hogy attól a bizonyos centrumtól már az érdekeiben, a képviseletében, a politikai, hát nem önmeghatározásában, mert az önmeghatározás szerint még mindig kereszténydemokrata, de az a politikai vonal, amit követnek, az sokkal közelebb áll a baloldali eszmékhez. Ez bizonyítja azt is, hogy a CDU folyamatosan a tartományi parlamentekben, és most a Bundestagban is, de volt, amikor a szocialistákkal, tehát Merkel idej alatt nagy koalícióban a szocialistákkal kormányzott, volt olyan, hogy a liberálisokkal, ezek mind baloldali pártok, a tartományi parlamentben van olyan kormánykoalíció, ahol a zöldekkel együtt van a CDU. Na most az AfD úgy alakult meg, hogy ezt a politikai vákumot akarták betölteni, és igen népszerűek lettek. Tehát azért ezt mondjuk el az AfD-nél, hogy ez nem egy szélső jobboldali párt. Attól lehet szélső jobboldali, hogy a jobb oldalon a német politikai palettán ők állnak. Na most, hogy ez egyik része, amióta tömegpárt lehet, hogy megjelennek benne a radikális elemek, sőt, meg is jelennek, de ez minden tömegpártnak a sajátja, vagy a sajátossága. A deportálásról megmondtam, hogy hát ez Németországban valakire azt mondani, hogy deportál, ugye nálunk is mi jut az embernek az eszébe, a deportálásról a zsidó lakosságnak a második világháborúban a koncentrációs táborokba való szállítása, tehát erőszakos elhurcolás. Itt nem erről volt szó, arról volt szó, hogy hogyan lehetne a migránsoktól, hát milyen szót használjak, a megszabadulni sem jó, tehát hogyan lehet azt a migrációs válságot, ami ma Németországban van, megoldani, és nyilvánvaló, hogy az integráció legalábbis úgy tűnik, hogy idáig nem vezetett eredményre. Tehát a megoldásnak az egyik kulcsa az lenne, hogy akik nem kapnak menedékjogot, akiknek nincs is lehetőségük erre, bűnelkövetők, többszörösen megfordulnak a rendőrségnek, a bíróságoknak a hatáskörében, mert olyan bűncselekményeket követnek el,
mégsem tudják kiutasítani őket, hogy őket hogy lehetne kiutasítani. Tehát ezt a két dolgot így szerettem volna elmagyarázni. Talán akkor másképp értékelik a hallgatók is, hogy mi történt. Na most én úgy gondolom, hogy, és én azt hiszem, hogy ez egy elfogadható vélemény, hogy az AfD nagyon megerősödött Németországban. Tehát szövetségi szinten 23%-on állnak. Itten a tegnap, minden vasárnap van ilyen közvéleménykutatás, és a közvéleménykutatások azt mutatták, hogy ha most lennének a szövetségi választások, akkor az AfD a második legerősebb párt lenne a CDU mögött, és 167 képviselőt küldene a Bundestagba. Ez a képviselőknek úgy nagyjából az egy harmadát jelenti, vagy egy negyedét jelenti, ami, ha átszámoljuk szavazópolgára, akkor itt hát 10-20 millió közötti németet érint. Tehát egy ilyen párttal szemben a betiltásnak a lehetősége az nagy veszélyeket rejt magába. A másik dolog az, hogy idén 3 tartományi választás lesz Németországban. Ugye a németországi választások azok úgy zajlanak, meg egyáltalán az egész politikai rendszer, hogy van egyszer egy szövetségi parlament, ez a Bundestag 4 évenkénti választásokkal, és a minden egyes tartománynak, mert ez egy szövetségi rendszer, aminek 16 tartománya van, minden tartományban 4 évenként tartanak választásokat, és ez úgy elszórva van, tehát nem a Bundestag választások idejéhez kapcsolódik. Ebben az évben 3 tartományban lesz választás, és ezek mind kelet-német tartományok, és olyan tartományok, ahol az országos átlag fölött magasan reprezentálva vannak az AfD szavazók. A 3 tartomány, ez Brandenburg, Szászország és Türingia, ahol a választások lesznek, itt mindenütt 32-34%-on áll az AfD. Tehát a politikai ellenfelek most megragadnak minden lehetőséget arra, hogy hogyan lehet az AfD-t az útból eltávolítani. Ez nem most kezdődött, hanem 2020-ban, meg már korábban is voltak erre kísérletek, ami egészen egyszerűen megy, mert ugye Németország demokratikus állam, a demokrácia fölött a Nemzetbiztonsági Hivatal tehát a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a működése garantálja a demokratikus rendnek a létezését, megtartását, az magyarul titkosszolgálat. Na most a titkosszolgálat, ha a demokráciára, a demokratikus jogrendre, a német alkotmányra nézve veszélyes elemeket, itt lehet egyénekről szó, lehet csoportosulásokról, pártokról, tehát a veszélyes elemeket talál, akkor azokat elkezdi megfigyelni. Gyűjti a megfigyelés az első stádiumban, azt jelenti, hogy gyűjti az adatokat, hogy ez az illető akkor most, tehát csinál-e olyat, mondott-e olyat, ami esetleg veszélyes lehetne a jogrendre, például tette antiszemita vagy iszlám ellenes kijelentéseket, most maradjunk ennél a területnél. Ha úgy ítélik meg, hogy igen, akkor átteszik egy következő stádiumba ezt a szemét vagy csoportot, és akkor már gyanúsnak számít, és aki gyanús eset, azzal szemben a titkosszolgálat már más eszközöket is bevethet. Például lehallgathatja a telefonját, az e-mailjeit, megfigyelheti, és így tovább. Sőt, nyilvánossá is teszi azt, hogy ez az illető, vagy pedig az a párt, az megfigyeli, gyanú alatt áll, és azt is megteheti, és meg is teszik, hogy úgynevezett V-személyeket épít be a pártba. Hát ezeket a kommunista időkből azt hiszem Magyarországon is sokan ismerik. Tehát amikor ez ügynök gyakorlatilag, tehát beépít olyan embereket, akik beépülnek abba a pártba, vagy pedig abban a pártban vannak, de látják, hogy gyenge láncszám, és akkor megbízzák azzal, hogy adjon jelentést, hogy ott mi történik, nem tudom mi, micsoda.
És ha ez a gyanú beigazulódik, és azt tudják rá mondani, hogy nemzetbiztonsági szolgálatot jelent, akkor egy harmadik stádiumba sorolják. Most 3 tartományi AFD van ebben a harmadik stádiumban, és ha oda kerül egy párt, mondjuk maradjunk a pártnál, akkor kérvényre lehet betiltatni az adott pártot. Na most ilyen kérvényt vagy a kormány, vagy a szövetségi parlament, vagy a Bundesrat, ami a tartományi parlamentek kormányaiból, a miniszterelnökeiből áll. Tehát, hogyha ők egy ilyen kérvényt benyújtanak az alkotmánybíróságon, akkor az alkotmánybíróság felülvizsgálja, és eldöntheti, hogy az adott pártot betiltja, vagy sem. Tehát ez egy hosszú folyamat, mert ne felejtsük el, hogy minden dacára, amit idáig elmondtam, Németország jogállam, és ott a demokratikus alaprend van. Na most ott tartunk, hogy a Bundestagban, tehát a szövetségi parlamentben aláírásokat gyűjtenek arra, hogy a parlament elé kerülhessen az AFD betiltására vonatkozó petíció, és akkor a Bundestagot megtárgyalja, és ha úgy ítélik meg, akkor. Aki gyűjti az aláírásokat, az egy CDU-s politikus, úgy hívják, hogy Wunderwitz, ami, hát én nem tudom, a nevében is vicc, azt jelenti, Wunderwitz, hogy vándorló tréfa, vagy valami ilyesmi, de ő nem tréfából akar, ő halálosan komolyan gondolja, mert ugyanis hát a baloldali pártok vesztélyeztetve érzik nem a demokráciát, hanem a saját maguk politikai stabilitását, helyzetét. Mert ahogy nő az AfD választóknak, szimpatizánsoknak a száma, hogy nyilvánvaló, hogy úgy csökken a baloldali pártoké. Tehát ez a mostani úgynevezett Ampel vagy jelzőlámpa koalíció, a zöldek, a szocialisták és a liberálisok, ezek most együttesen 32%-ot érnének el, ha most lennének a választások, ami azt jelenti, hogy a 3 pártnak együttesen nem lenne annyi mandátuma, hogy kormányt alakíthassanak. Tehát ott veszteség van, itt növekvő, és nyilvánvaló, hogy a veszteség van, megpróbálnak olyan eszközökhöz folyamodni, hogy ezt valahogy ellensúlyozzák. Na most, ha egy ekkora méretű pártot betiltanak, akkor viszont a demokrácia van veszélybe. Mert ha a pártot betilthatják, de a választóikat, a szavazóikat nem. Ezek szerint tisztán politikai okokból mutatják be ennyire radikálisnak az AfD-t a médiában, mert ugye több baloldali politikus történelmi szükségszerűségnek tekinti a pártnak a betiltását, ugye Németországnak a nemzeti szocialista múltjára hivatkoznak. Persze, hát a második világháború meg a nemzeti szocialista pártnak a kísértete az ott lebeg fejük föl. Tulajdonképpen ez a megbélyegzés, hogy ez egy szélső jobboldali párt, ez oda eredeztethető vissza, hogy valamikor az 50-es években talán Josef Strauss volt az a politikus, aki azt mondta, hogy a németországi demokráciát úgy lehet megőrizni, hogy a keresztény demokrácián túl jobbra ne legyen párt. Na most az AfD a keresztény demokráciától jobbra áll. És ez mindig egy olyan fegyver, amit elő lehet rángatni, és ráfogni, hogy hát a Hitler is így került hatalomra, mert hogy ugye először választások útján és utána valósította meg ezt a nemzeti szocializmust, meg a fasizmust, és akkor ezeket a jelzőket szeretik hangoztatni, tehát ha valakire rásütik azt a bélyeget, hogy náci, akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hitleri politikának a követője. Tehát ezek ilyen politikai lózungok, amiket szeretnek használni, de itt tulajdonképpen tényleg egy ilyen politikai csatározásról van szó, és a fegyvere baloldali pártoknak a kezében az, hogy rásütik az AfD-re ezt a bélyeget. Ha a radikalizmusról beszélünk, akkor a baloldalon ugyanilyen radikális elemeket találunk, mert ne felejtsük azt el, hogy a Linke nevű politikai párt, amelyik
A Bundestagban hát most ottan két csoportra osztottak, de idáig frakciója volt, és van olyan tartomány, ahol még a miniszterelnököt is ők adják, a Linke az a vallottan az NDK kommunista pártjának az utódpártja. Tehát a kommunisták, a baloldal Németországban nem számít olyan veszélyesnek, mint amilyennek egy jobboldali párt az AfD, és ahogy mondtam, hogy ahogy tömegpártá vált az AfD, nyilvánvaló, hogy megjelentek szélsőséges elemek. Az is lehet, hogy a szélsőséges elemek éppen a beépített ügynökök segítségével alakulnak meg, mert ezzel bizonyítékot tudnak erre szolgáltatni, hogy az a párt szélsőséges, és el kell tőle határolódni. Az a találkozó, amit emlegetett, és amiről tulajdonképpen a Politikó írt, de a Politikó is, tehát ha már a Politikó ír, az angol nyelvű, tehát akkor már az nem csak Németország, vagy a németül tudóknak a tudatába vésődik be, hanem az európai tudatba is. A Politikó megírta, hogy az AfD szélső jobboldali elemekkel, például egy osztrák, az osztrák identitás pártnak az egy szélsőséges osztrák párt, annak a elnökével, vagy valami meghatározó tagjával ült össze, az is ott volt, és így tovább, és ezt egy oknyomozó újság derítette ki. Na most az oknyomozó újság, ez a Korrektív, ennek a főszerkesztőjével volt egy interjú, ahol hát ő a bizonyítékokat akarta szolgáltatni, hogy jutottak a tudomására ennek a titkos találkozónak, és hát úgy, hogy tudtak róla, tehát annyira nem volt titkos, és igazából bejelentkeztek ugyanabban a szállodában, ahol ezt a titkos találkozót tartották, és mint a hotel vendégek, ők is bementek, és meghallgatták, hogy ott miről van szó. Tehát ez véletlenül sem volt egy ilyen sötét bunkerben tartott titkos, vagy az erdő mélyén ilyen titkos összejövetel. És igazából arról a kérdésről tárgyaltak, erről a migrációs kérdésről, ami szerintem egész Európát, minket, magyarokat is éppen annyira érdekel, többek között azért, mert hogy az Európai Parlamentben elfogadták ezt a migrációs, hát minek nevezzem ezt, törvénycsomagnak nem nevezném, tehát ezt a migrációs csomagot, ami jelenírja, hát szeretnének az egyes országok is ettől a problémától nem megszabadulni, hanem egyáltalán kicsit levegőhöz jutni. És nem csoda, hogy összeül egy olyan párt, amelyiknek a programjában a migráció kérdése másféle vetülettel szerepel, mint mondjuk a zöldekében. Az AfD-nek, ha megnézzük, nekem ad abszurdum, az jutott az eszembe, hogy ha az AfD-nek megnézzük a politikai programját, akkor gyakorlatilag a legfőbb kérdésekben, ami ma Európát foglalkoztatja, az a migráció kérdése, a gender kérdés, ugye ebben ez az energiaválság, ez az ukrán háborúval, az ukrajnai háborúval függ össze. Tehát ez foglalkoztatja, és az AfD-nek a programjában ez a három fő pont, ez eltér a német politikai mainstreamtől, és nagyon hasonlít az álláspontjuk Magyarországnak a politikájához. De most ad abszurdum, arra gondoltam, hogy hát ilyen alapon, ha az AfD-t Németországba be akarják tiltani, akkor Magyarországot meg az Európai Unióban akarják betiltani, aminek megvannak a jelei, mert hogy hát ugye a 7. cikke szerinti eljárásnak ott a lebegtetés, hogy most van vagy nincs, a pénznek a visszatartása, a Soros elnökségtől valahogy Magyarországot el kellene távolítani, ugye, mert hát jogilag az nekünk járna, és így tovább. De én nem gondolom itt élve, hogy Magyarország az egy szélsőjobboldali ország lenne, Magyarország egy keresztény nemzeti alapokon nyugvó és ilyen politikát folytató ország. Ennyi fért bele a beszélgetésünkbe. Köszönöm Rabinének, hogy velünk tartott. Hát én is nagyon köszönöm, hogy megkerestek. Ennyi volt már a Világóra, a Hitrádió délelőtti műsora. Éva Natáliát hallhatták, viszont hallásra.